sikerekről, emlékezetes koncertekről és jövőbeni tervekről beszélgettem a július eleji vasárnapi iskola legendás vendégcsapatának, a Metropol Groupnak a koncertje előtt Virányi Attilával, a zenekar vezetőjével. Mesél többek között arról is, hogy hogyan tölt meg egy erdélyi zenekar egy 15 ezer fős bukaresti csarnokot, és hogyan férkőzött be a román közösség szívébe a magyar nyelvű dalokat játszó csapat hidat építve a két nemzet között. Ha kedvet kaptok, hallgassátok meg a koncertet is, amelyet megtaláltok a Hajónapló YouTube csatornáján. Egyszer egy szép napon három fiú hangszerűr és rockzenéről álmodozott. Sétált az utcán és mindenfelé, talabok szálltak a felhők közé. Így szólt az egyik, nézzük csak szét, írjon az egyik verset, másik zenét. Fél óra sem telt el, a dallam már kész, a három fiú úgy zenélt, hogy megáll az ész. Szálljon a dal, mindent felkavar, a sokszínes virág. A Metropol Group karrierje során nagyon-nagyon sok sikeren és fontos mozzanaton van túl, mint az erdélyi magyar rock életben, de akár a kárpát-medencei rock életnek is nevezhetjük, de mi mégis az a siker, Attila, amire te a legbüszkébb vagy? Hát tulajdonképpen több lépésről van szó. Egyet igazán nehéz kiválasztani. Nyugodtan, mesélj többet, ami így a legemlékezetesebb. 1973-ban, mivel pont most hallottam, hogy udvarhelyi vagy, udvarhelyen volt egy fesztivál, most is megrendezik, a Sikulusz, és ott a zsűrinek a Beat nagydíját nyertük, de a kijáratnál az emberek lerakhatták a jegyeiket, és volt egy ilyen közönség szavazás, hát akkor még nem létezett mobiltelefon, persze. 1973-at írunk, és akkor mi lettünk a legnépszerűbb együttes. Na erre úgymond büszke vagyok, mert ez egy valóban olyan dolog volt, ami nagyon jól esett. Ez akkor egy nagy löketet adott nektek, igen, ezek, igen, szerint. És akkor a második nagy dolog volt ugye 2015-ben, amikor először egy nem anyaországi együttes fellépett a Budapesti Rock Múzeumban, a Kolosseumban. Wow. És nagyon sikeres kis koncert volt, készültek ebből tévéfelvételek is. Úgyhogy hát persze ezen kívül aztán rengeteg koncert volt, és sok-sok jó leső. Akarom is kérdezni, ez a következő, hogy melyik a egyik legemlékezetesebb koncert számodra, vagy itt is mondhatsz többet, hogyha... Hát az egyik legérdekesebb és legemlékezetesebb koncert tulajdonképpen a bukaresti polivalens teremben volt. Ez abban az időben a szocialista táborban a legnagyobb épület, igen, volt, tehát ez tulajdonképpen Ceausescu magának építette, de a Procol Harum nyitotta meg, és utána azt mondták, hogy hát romániai együttes nem tudja megtölteni ezt a csarnokot, hát 15 ezer ember fér be, de mi ott tartottunk decemberben egy teltházas koncertet, és ez egy nagyon jó eső érzés volt, hogy egy magyar együttes Bukarestbe képes megtölteni egy ekkora nagy termet. Igen, ez számomra is, miközben már Nagyváradon is éltem, és tényleg ezt az igazi szabad román-magyar barátságot is teljes mértékben megtapasztaltam, mégis elképesztő, és valamilyen szinte hihetetlen, hogyha tudnám mesélni erről a folyamatról, hogy férkőzhetett be a román közösség szívébe így egy erdélyi zenekar, hogy konkrétan szövegeiteket is lefordították románra, és a román közönség is eljárt, és hallgatta a koncertjeiteket. Ez hogy tudott ez a törés megtörténni? A helyzet az, hogy mi készítettük az első rock kislemezt Erdélybe, 1974-ben. Ezt a Román Elektrekor Társaság jelentette meg, és utána egy pár évre rá meghirdették, hogy na majd lesz egy nagy lemezünk. A nagy lemeznek is külön sztoria van, de a lényeg az, hogy egy nap alatt vettük fel, tehát reggel 9-től 11 óráig be is fejeztük a mastert, és kész volt a lemez. Ez volt a bizonyos Ég érhetne az ének című lemez, ez a bizonyos fehér album, így került be a, aha, köztudatba, ez kétszeres kiadást ért meg, de utána már csak
román nyelvűt engedélyezett az Elektrekord, pontosabban ajánlották, hogy hát azért értsük meg, hogy ne csak a kisebbségnek játszunk, mert ez egy nagyon jó biznisz nekik, legyen már román nyelven is. És egyszerűen engem is meglepett, hogy milyen szeretettel és tisztelettel fogadtak bennünket például Moldovában. Moldovában olyan koncertjeink voltak, hogy egyszerűen elképedtünk. Tehát Jasba, Telt, sportcsarnok, Szucsáván, óriási koncert, tehát olyan helyeken, és akkor ráadásul mindenütt énekeltünk románul, de amikor az utolsó nóta jött, ez a Metropol himnusza, az ég érhetne az ének, akkor ezt magyarul énekeltük el. Előtt elmondtam, hogy miről szól a szöveg, és ugyanolyan lelkesen hallgatta a közönség. Tehát számomra konkrétan mondhatjuk azt, hogy a rockzene egy ilyen hidat képezett ez a két nemzet között? Hát én nekem az az érzésem. Tehát valóban, amikor mi alakultunk 68-ba, akkor volt egy ilyen különleges hangulat. Ugye Románia nem ment be Csehszlovákiába, és emiatt úgy éreztük, hogy talán fel fogunk lélegzeni. Persze ez aztán 71-ben, amikor már Ceausescu Ázsiába járt és Mao-val paktáltak, akkor ez dugába dőlt, de gyakorlatilag mondok egy példát, tegnap éjjel nem tudom hányan hívtak fel Romániából, román tévészerkesztők, zenekedvelők, teljesen ismeretlen emberek, hogy játszik a Metropol, és ez valóban lehet livestreambe látni a Facebookon, hát ez egy fantasztikus dolog. Ez nagyon jó. És hallani. Akkor utána a Kanadából, Ausztráliából, Thailandból, tehát ez egyszerűen elképesztő volt, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy tulajdonképpen milyen volt a stream. Mesélj nekem az elkövetkezendő idők terveiről, hol láthatunk titeket, milyen megjelenésekre számíthatunk. De az igazság az, hogy hát most már mi elég öreg csapat vagyunk, de hogyha öreges. Meghívnak bennünket, akkor mi nagyon szívesen megyünk. Tehát például, amikor a Siculus Fesztivált 2 évvel ezelőtt újra hívták, akkor Udvarhelyen volt egy nagy éjszakai koncertünk, nagyon emlékezetes volt, akkor ugye Vásárhelyen, a vásárhelyi forgatagban léptünk fel, akkor ugye múlt decemberben, amikor ennek a DVD-nek a bemutatója volt, akkor a Rock Múzeumban játszottunk itt Budapesten, hajón többször tárgyaltunk, de aztán végül is úgy volt, hogy hát az még nem tudják, meg túl öreg banda vagyunk, ne erőltessük ezt a dolgot. De és hogy is, erre majd rá komolyan nagyon megörültem akkor, amikor felhívott a szervező, és örömmel fogadtuk el ezt az ajánlatot. Hát a helyzet az, hogy a vírus miatt nagyon sok fellépést le kellett mondani. Meglátjuk, hogy épülnek vissza a dolgok. A kolozsvári magyar napokat azt most úgy tervezik, hogy csak erdélyi együtteseket hívnak meg. És meg lesz tartva ezek szerint. Meg lesz tartva, úgyhogy augusztus 19 és 20-án, tehát 20-án az István nap tiszteletére. A szervezők így gondolták, tehát nem 5 nap, hanem csak 2 nap. Kolozsvári rádióval van egy tárgyalásunk, hogy esetleg jönnek fiatal bandák, akik játsszák a Metropol nótákat, és hát akkor ott lennének az öregek is, ők is játszanának egy pár nótát. Tehát hát ez egy vannak ilyen elképzelések. Ígérkezik. Aztán meglátjuk, tulajdonképpen tradicionálisan mindig van egy ilyen szezonzáró koncertünk, azt általában Muzikumban szoktuk megrendezni.
itt Budapesten. Igen. Kérdés, hogy a muzikumnak az időpontjaiba belefér. Most minden meg van kavarva, igen, teljesen kaotikusak a helyzetek. De ez jó, hogy már ennyi minden van kilátásban. Nézd, az utolsó lemezünket úgy hívják, hogy standby. Állandó, permanent standby. Tehát az állandó készenlétben vagyunk. Hogyha meghívnak bennünket, akkor mi nagyon szívesen megyünk, mert mi tulajdonképpen örömzenét játszunk, és remélem, hogy a közönség is úgy érzi, és akkor miért ne csináljuk tulajdonképpen.